Hallják, hangosak a csarnokok, mégpedig itt a székesfehérvári Ikarusz telephelyén, mégpedig azért, mert készülnek a honvédségi buszok itt Székesfehérváron az Ikaruszban, hogy hogyan, azt most megmutatjuk önöknek. Jó estét kívánok, ez itt az Esti Mérleg. Kezdődött a sorozatgyártása azoknak a buszoknak, melyeket a Honvédelmi Minisztérium rendelt meg az Ikarusztól. A gyár a cégcsoport elnöke szerint készen áll évi 600 új busz elkészítésére. A lényeg az, hogy az Ikarusz újra él és dolgozik, és 14 év után most először ugye beengedtük a sajtot az Ikaruszba. Széles Gábor szerint a fehérvári az egyik legjelentősebb gyár hazánkban, mely a buszok sorozatgyártására képes. Ez például a busznak a tetőszerkezete, itt folyik a tetőszerkezetnek a hegesztése, összeállítása. Ott távolabb meg látható különböző samblonok, amelyik az oldalvázállításra vonatkoznak. Menjünk egy kicsit közelebb. Ez is egy nehéz dolog volt, hogy kifejlesztjük azokat a sablonokat, amelyek mentén a részecskéket lehet gyártani, mert sajnos, miután a franciák kivonultak innen, mindent kikukáztak. Tehát gyakorlatilag mindent újra le kellett gyártanunk, illetve előkészítenünk a gyártáshoz. Mekkora összeget fordítottak egyébként arra, hogy a gyártás újra beindulhasson, műszereket vásároltak? Én személy szerint 2 milliárdot. Kapott-e valamiféle állami támogatást? Az 400 millió. A tetőszerkezetnek a vázállító szerszáma. Ez lesz az egyik honvédségi busz teteje. Az Ikarusz munkatársai éppen a szerkezet elemeit hegesztik össze. Ez azonban nem a munkafolyamat első állomása, az ugyanis az alkatrészgyártás, melyet vadonatúj technológiával végez a vállalat. A csarnokok kialakítására és a modern gépek beszerzésére eddig összesen 2 milliárd forintot fordított a cég. 3 helyszínt fogunk bemutatni az egész gyártási folyamatból. Ez a 3 helyszín együtt tükrözi azt, hogy a teljes gyártási folyamatot. Az első rész, ahol most vagyunk, itt van az alkatrészgyártás. Az alkatrészgyártás 2 részből áll. Egyrészt áll azokból az új technológiákból, amiket itt látunk, amiket vásároltunk az elmúlt 1 évben, annak érdekében, hogy a termelékenységet fokozni tudjuk. A másik része ezen a csarnokon belül pedig a bizonyos részegységeknek, részvázelemeknek az összeszerzése. A másik helység, ahová átmegyünk, ott már a buszoknak a vázszerkezetének az összeállítása van, aztán már megyünk a festőüzembe és megyünk a végkiszerelő üzembe is. A bejött új technológiák iszonyatos mértékben növelik a termelékenységet, illetve a nagy sorozatú gyártást tesznek lehetővé. Tehát így elérhető ezekre a technológiára, meg a felépített új gyártósorokra vonatkozólag az, hogy minimum évi 600 busz tudjon produkálni az Ikarusz. Itt jobbra nézünk, például erre a gyártósorra, ez egy nagy teljesítményű lézervágó. Ez hihetetlenül tudja növelni a buszgyártásnak a hatékonyságát, sőt, gyakorlatilag 10 mm-i még páncélvágásra is alkalmas. Széles Gábor elmondta, elkezdődött a sorozatgyártás, a következő időszakban 40 katonai buszt gyárt az Ikarusz. Olyan katonai buszoknak a gyártását, amelyek NATO kompatibilisek, tehát a NATO-n belül is alkalmasak csapatszállításra. Egész pontosabban ezek a katonai buszok, ezek multifunkcionális buszok, tehát viszonylag rövid időn belül, 2 órán belül átállítható más üzemmódra, vagy arra, hogy katonákat szállítson, vagy arra, hogy
hogy sebesülteket szállítson, vagy arra, hogy bizonyos csapatmozgásoknak a vezérlését vagy felügyeletét végezze. A következő lépcsőfok a különböző részelemek összeállítása, majd a festés és a végső szerelés. Most átmentünk abba a csarnokba, ahol már az oldalvázaknak, a tetőszerkezeteknek az összerakása egy komplett vázzá történik. Tehát ha megnézik, ott van az a szallag, ami mentén mozognak a vázak, és itt az egyes folyamatait az összeállításnak végzni kell. Mennyi idő még teljesen a buszvázát össze lehet rakni? Hát pillanatnyilag 2-3 nap, de egy napra le akarjuk szorítani. És miután itt megtörténik a buszok részelemeinek az összehegesztése, utána megy ezen a soron tovább a gyártás. És addig megy, ameddig el nem készül olyan mértékben a busz, ahogy ott látható. Most vagyunk a festőüzemben. Itt a buszok festésének a különböző fázisai folynak. Egyszerre 6 busz lehet festeni, és miután itt le vannak festve a buszok, akkor kerülnek át a végszerelőbe. Ezek a buszok még nem zöldek. Miért? Hát egyrészt, mert pillanatnyilag az alapozása folyik, másrészt pedig hát ez a gyártási terv, hogy mikor kerül rá a végső szín. Miután a festőkből kijöttek a buszok, akkor kerülnek be ebbe a térbe. Itt a különböző állásokat ugye lehet látni, amikre felállnak a buszok, és akkor itt folyik a buszok végszerelése, magyarán szóval befejezése a buszgyártásnak. Innen már csak az első szetőbe megy be. Az elnök a hazai megrendelések mellett bízik a külpiacok meghódításában is. Nem csak Iránnal, hanem Kínával, Oroszországgal és más országokkal folyamatosan folynak a tárgyalások. Iránnal elvileg megvannak a megállapodások. Az egy más kérdés, ugye, hogy a sajtóbos értesületnek, hogy Iránon belül vannak bizonyos politikai problémák, zavargások, ez nyilván egy kicsit csúsztatja a programunkat, de ez nem lényeges, mert olyan mértékben le vagyunk terhelve ebbe az évben gyártással, hogyha legalább 100 buszt abból az 1000-ből, amit le kellene szállítanunk, ki tudunk szállítani Iránba, akkor már meg leszek elégedve. Az új Icarusban együtt dolgoznak a régi motorosok, pontosabban buszosok a fiatal generációval. A gyárnak jelenleg 200 munkatársa van. Amióta elterjedt a városba, hogy újraindult a buszgyártás, Fehérváron azóta kezdenek visszajönni a régi karuszosok is, nagyon örülök neki, és megmondom őszintén, akik nyugdíjban vannak, azokat is visszavesszük, mert annyira szükségünk van a jó szakemberekre. Mennyien dolgoznak most egyébként az Icarusban? Mennyire van lehetőség a következő időszakban? Hát ugye egy kicsit nehéz erre válaszolni, mert az Icarus az nem csak a buszgyártásból áll, hanem több vállalatunk is van, és több vállalatban is dolgoznak, de a buszgyártás területén most körülbelül 200 ember dolgozik. Jelenleg 2 naponta készül el egy busz, ahhoz, hogy az évi 600 darab gyártása megtörténjen, a kibocsátási ritmus napi 3-ra kell emelni. Széles Gábor szerint az Icarus berendezései alkalmasak erre. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, ez a műsor legközelebb holnap jelentkezik, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!